Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, a TV Ajka híradóját látják október 19-én hétfőn. Nézzük a legfontosabb híreket röviden. Megnyílt az Ajka tárlat. Emlékünnepély a Magyar Imre Kórházban. Elkezdődött a kerti hulladékok égetésének időszaka. Különböző stílusban készült képző és iparművészeti tárgyak láthatóak az október 16-án megnyílt Ajka tárlaton, a következő 3 hétben látogassanak el oda Önök is. Az idén 172 alkotó küldte el munkáját a rendező Ajka Város Önkormányzata és a Nagy László Szabadidő Központ felhívására. A zsűri 3 tagja Pészabó Ernő művészettörténész, Butak András grafikus művész és Aknai János festőművész döntése alapján 140 alkotó, 178 alkotását tekinthetik meg a látogatók a Szabadidő Központ emeleti kiállító termében. Ünnepi köszöntőjében Vándorfi László, a Pannon Várszínház igazgatója elmondta, a várossá válás nem csupán közigazgatási folyamat, hanem szerves része a kultúra, a közösségek, a lakók egymással való kapcsolata. Az alkotások között számos műfaj képviselteti magát, mutatva a művészet sokszínűségét. A színház több művészeti ághoz kapcsolódik, a díszlet a képzőművészethez. Az igazgató elmondta, hogy a színház több kiállítóval felveszi a kapcsolatot. Az Ajka tárlaton, amelyet 1972-ben rendeztek először, majd rövid kihagyást követően 2000-től minden évben meghirdetnek, idén is díjakat vehettek át a legjobbnak ítélt alkotók. A tárlat november 5-éig tekinthető meg. Az elmúlt héten pénteken tartották meg a hagyományos Magyar Imre emlékünnepét az Ajkai Kórházban. Az ünnepség keretében adták át a Magyar Imre emlékplakettet, kinevezték az új vezetőket, és a tudományos ülésen meghallgatták a kollégák előadását. Dr. Kovács Ilona osztályvezető főorvos, a Tudományos Bizottság elnöke hosszan méltatta Magyar Imre munkásságát, aki gyógyított, tanított, oktató könyveket és regényeket írt, kórházat igazgatott. A nevét 1990-ben vette fel a kórház. Dr. Nyári Ildikó főigazgató köszöntötte a vendégeket, köztük dr. Horváth József alpolgármestert és a megjelent képviselőket. Majd méltatta Sümegi Józsefné ápolási igazgató szakmai munkáját, akinek az idén adományozták a Magyar Imre emlékplakettet. Az elismerést a kórház közösségének a javaslata alapján ítélik oda. Az ápolási igazgató meghatódva vette át az elismerést. Sümegi Józsefné 1972 óta a kórház dolgozója, tanuló ápolóként ott kezdett, majd 3 műszakban dolgozott, később osztályvezető főnővérként tevékenykedett. Jelenleg ápolási igazgatóként a főigazgató jobb keze. Nagy szerepet vállalt a nővérképzésben. Szoros kapcsolatot ápolt a Szentgyörgyi Középiskolával a nővérképzésben, és ő szervezte a továbbképzéseket is a kórházban. Az intézmény jelenlegi átalakításában oroszlán részt vállalt. Majd dr. Nyári Ildikó főigazgató és dr. Hajdú Mária az intézmény orvosigazgatója, dr. Bencsura Tünde ideggyógyász szakorvost adjunktussá léptette elő. Főorvosi előléptetésben részesítettek 8 szakorvost, dr. Bognár Adra a belgyógyász és kardiológust, dr. Fata Hortenzia vezető pszichiátert, dr. Nagyné, dr. Kaszás Eszter gyermekgyógyászt, dr. Nagy Marianna ideggyógyászt, dr. Neményi Ildikó csecsemőgyermekgyógyász és gyermekpulmonológust, dr. Takács Andra a belgyógyász és infektológust, dr. Varga István belgyógyász diabetológust. Az ünnepi ülés színvonalát emelte Cserményi Zsolt hegedűjátéka és Vörös Jánosné zongora kísérete. A hegedűt nem véletlenül helyezték ezen a napon előtérbe, hiszen Magyar Imre rendkívül jól hegedült, zenekarban is játszott. A program a tudományos üléssel folytatódott. Ekkor a frissen kinevezett főorvosok a saját szakterületükön végzett tudományos munkájukat mutatták be. Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja program sorozat keretében nyílt napot szerveztek a Bródy Imre Gimnázium és Szakközépiskolában október 16-án délután. Már 2 órától kézműves foglalkozáson vehettek részt az érdeklődők a könyvtárban, később az iskola irodalmi körének a programját kísérhették figyelemmel a diákok és a meghívottak. Jákléné Tilhof Ágnes villámkérdéseket tett fel, ahol természetesen a könyv volt a főszereplő. A tanulóknak a könyvtár használattal, könyvkészítéssel kapcsolatos fogalmakat kellett megfejteniük. Majd megérkezett a nap vendége, Závada Péter költő, rapper, tanár. Az irodalmi kör tagjai Kersner Máté, Bándi Máté, Rábaközi Tibor, Ilovác Enikő, Tömpe Eszter, Hoffman Kata és Horváth Máté kis műsorral készültek.
Gitároztak, závada és saját versekkel, dalokkal közölték a mondani valójukat. A fiatalokat Pad Anita irányította. A műsoruk végén a költő néhány tanácsot adott a diákoknak, biztatta őket, hogy jó úton járnak. A program következő részében az első emeleti társalgóban találkoztak az érdeklődő tanulók a fiatal költővel. Kersner Ákos magyar nyelv és irodalom tanár bemutatta a vendég életútját, majd három verset olvastak fel a diákok az első kötetből, az Ahol megszakad 2012-ben megjelent kötetből. Három verset a most megjelent második kötetből, amely Mész címmel jelent meg. Az érdeklődők hallhattak saját felolvasásokat is, majd egy tartalmas beszélgetés zajlott. A költő közvetlenségével megnyerte magának a fiatalokat, a diákok egy meghatározó élménnyel gazdagodtak. Amikor Závada Péter az alternatív irodalom óráiról beszélt, akkor Kersner Ákos tanár felvetette, hogy a későbbiekben Ajkán a Bródiban is lehetnének ilyen jellegű irodalom órák. A szerző ígéretet tett arra, hogy máskor is szívesen eljön Ajkára. A helyi önkormányzati rendelet szerint október 15-től elkezdődött a helyi kerti hulladékok égetésének időszaka. Amennyiben a kerti hulladékot komposztálással a helyszínen nem lehet, vagy nem kívánják hasznosítani, úgy a kerti hulladékok égetése csak március 16-ától április 15-ig és október 15-től november 15-ig tartó időszakban hétköznapokon 10 órától 20 óráig, szombaton délelőtt 10 órától 12 óráig és délután 15 órától 17 óráig engedélyezett, megfelelő légköri viszonyok mellett. Ünnepnapokon és vasárnap az égetés szigorúan tilos. Ugyancsak tilos égetni a nedves kerti hulladékot is. Az égetendő avar és kerti hulladék egyéb ipari eredetű hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait nem tartalmazhatja. Ismét városunkba látogatott a Handos gitárzenekar a Bánki iskola aulájában tartott koncertjükre több százan voltak kíváncsiak. Az estet a Stark Varga Duo körülbelül negyedórás programja nyitotta meg. A hobbi zenekarból ismert páros műsora, amelybe jazz standard, világsláger és latin muzsika, zongora, gitár átirata egyaránt belefért, nagy sikert aratott a közönség körében. Az est főszereplője a 30 éves Handos zenekar ezúttal is a gitárzene klasszikus számaival, saját szerzeményekkel és slágerek saját stílusukba átültetett verzióival örvendeztette meg a hallgatóságot. A csapat ezúttal is a gitárzene ajkai fanatikusának, Somogyi Lászlónak a szervezésében jutott el Ajkára. Nemrég készítették el új albumukat, amelyen régi és új szerzemények egyaránt szerepelnek. Nézőink pénteki magazinunkban egy hosszabb összeállítást is láthatnak a koncertről. Ma reggel még vízben állt a jégpálya, remélhetőleg a héten minden műszaki akadály elhárul és megnyithat a korcsolyázók előtt a jégpálya. A jégpályát a hétvégén még nem lehetett használni, mert egy hosszabb áramszünet miatt a frissen befagyott jég csütörtökre elolvadt. Ma 14 órától azonban már üzemel a korcsolyapálya, a megnyitás alkalmával ezen a héten péntekig ingyen korcsolyázhat mindenki. A korcsolyapálya október 15-től április 15-ig működik majd. Hétköznap délutánonként 14 órától fél ötig használhatja a nagyközönség, utána a helyi hoki csapaté lesz a pálya, majd 19 órától 21 óráig újra lehet korcsolyázni. Hétvégente reggel 9-től este 9-ig tart nyitva a pálya. Az üzemeltető Ajkait Kft. Korcsolyák bérlésére is lehetőséget biztosít. A belépőjegyek turnusonként a gyerekeknek 400 forintba, a felnőtteknek 600 forintba kerülnek. Egy turnus 2,5 óráig tart. Az FC Ajka a Budaörsi SC-t fogadta az MB2-es labdarúgó bajnokságban, és 1-0-ás hazai győzelem született. Pálkai Gergő 250. alkalommal öltötte magára bajnoki mérkőzésen az Ajkai mezt, ebből az alkalomból Kaibás Dezső a klub elnöke köszöntötte a védőt a találkozó előtt. Az első 10 percben a hazai csapatnak volt több helyzete, Szentpéteri kétszer is komoly védést mutatott be. A legnagyobb lehetőséget Császár hagyta ki, aki 6 méterről fejelhetett üresen, de a labda célt tévesztett. A Budaörs jó kontrákat vezetett, de a végén rendre hibáztak, vagy nem is jutott el a labda az utolsó emberig. Göcének egyszer kellett védenie, kemény lapos lövést hárított. A második játékrész elején Jákli Péternek kényszerűségből kétszer kellett cserélnie. A beálló Nagy Bálint Majortól kapott labdát, majd védője mellett betörve a 16-oson belőre kissé éles szögből a rövid felsőbe vágta a labdát. A Budaörs ezután jött előre, de a lövéseik továbbra sem jutottak el az Ajkai kapuig, vagy ha igen, akkor Gőce a helyzet magaslatán volt.
Az FC Ajka kontráiban volt veszély, de nem tudtak 100%-os helyzetet kialakítani. A mérkőzés végéhez közeledve a budaörsiektől két játékos is idő előtt mehetett zuhanyozni, Sejbán Máté és Bogáti és a második sárgája után kapott pirosat. Ha nehezen is, de az Ajkának sikerült legyőznie a budaörsöt, így újabb értékes 3 ponthoz jutottak a kiegyensúlyozott MB2-es bajnokságban. Kedves nézőink, a következő percekben tekintsék meg programajánlónkat. Október 21-én szerdán 16 órakor lesz a Kreatív Klub következő foglalkozása felnőttek részére a művelődési központban. A foglalkozáson minden tudó házikó készül parafából. A szükséges eszközöket, ollót, íróeszközt, vonalzót és tűt mindenkinek magának kell hoznia. Október 22-én csütörtökön 18 óra 30 perctől fáklyás felvonulás és ünnepi megemlékezés lesz az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére a templom dombon. A fáklyás felvonulás 18 óra 30 perckor indul a kaszinótól, 18 óra 45 perckor pedig I. és Antal a Forradalom születése című szobránál a templom dombon Üveges Sándor, a Városszépítő Egyesület elnöke mond beszédet. Ezúttal a Pannon Várszínház művészei az ünnepi műsort nem a szabadidőközpontban, hanem a koszorúzás helyszínén adják elő. Közreműködik az Ajka Városi Bányász Fúvós zenekar. Jubileumi koncerttel ünnepli október 24-én szombaton a 2005. decemberében alakult Ajka Rock Band a 10 éves évfordulóját. A kizárólag saját szerzeményeket játszó csapat ez alkalommal vendégelőadókkal közösen ünnepel. Az Ajka Rock Band tagjai Kovács Péter dob, Nagy Attila basszusgitár és vokál, Máté Lajos gitár és ének. A vendégfellépők Salamon Ferenc gitár, Nagy Bence gitár, Bókony József ének, Pomázi László gitár és a Hangár zenekar Devecserből. A koncert 18 órakor kezdődik a kaszinóban. Híradónk végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket, kövessenek bennünket a tvajka.hu weboldalon. A legfrissebb híreket, információkat az ajkaiszó.hu weboldalon olvashatják. Következzen az időjárás jelentés. Viszontlátásra! Kedden borult lesz az ég, csak rövid időre szakadozhat fel a felhőzet. Térségünkben is tartós esőre lehet számítani, erős lesz az északnyugati szél. Kora délután 8-13 fok várható. Szerdán már több órára kisüthet a nap, a felhő átvonulásokból legfeljebb futó zápor alakulhat ki, szeles marad az idő, az északnyugati szél élénk lesz, hajnalban 2-8, délután 10-15 fokra van kilátás.